Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjenek az 1V1 technikák második része, ahol már konkrétan technikákról fogunk beszélni, ugye a a felvezetőben elmondtam, hogy mit is várhattok ebben a sorozatban. Egy kis technikai difficulty ütközött klavibarátunk, ugyanis az ő játékát Black Ops 1-ben nem tudta lementeni, úgyhogy ennél a videónál konkrétan az ő szemszögét nem fogjátok látni, de a többinél már igen, valami baj volt a Shadow Play-el, ugye mi egy gomnyomásra le tudunk menteni 20 perc gameplay-t, Uh, hogyha kell, de valamiért neki nem mentette le, úgyhogy Black Ops-nál nem láthatjátok Lavi szemszögét, de az összes kodnál, ahogy megígértem a, a, a felvezetőben, látni fogjátok uh, mind a két szemszöget. Nos, uh, mint mondtam, jöjjenek uh, konkrét technikák, uh, hogy hogyan is kezdjünk neki ennek a... Uh, egy-egy egy dolognak, akkor is, hogyha csak szórakozásból szeretsz, jegyezhetném, vagy szeretnél egy kicsit többet megtudni a Call of Duty természetéről, a játékosok természetéről, szóval itt erre gondoljatok, emesorozat alatt, hogy, hogy természet, játékosok természete, mert az egy -e egy technikák segíthet abban is, hogy eleve egy vorban, uh, hogyan felej meg jobban, hogyan gondolkodhat az ellenfelet, és ha netten kompetitívbe gondolkozol, hogy Call of Duty mondjuk elselen, akkor, akkor remélhetőleg hasznát veszed ezeknek a tippeknek. Na most az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, az hogy bele se kezdj akkor, jól indul, igaz? Tehát bele se kezdj akkor a kompetitívbe, kompetitív részébe az 1v1-nek, mert, mert ugye ebbe pénz van. Egy, ha egy elselben indulsz, felküzdöd magad, pénzt kereshetsz. Ha, ha vagy kitartó, annyira kitartó, hogyha Uh, ilyesmiben gondolkodnál, de ha csak pub híró szeretnél lenni, akkor is. Jó, tehát belesek akkor uh, egy hogyha nincs egy ehhez megfelelő géped. Mire gondolok itt? Call esetében, hogyha elfutatja a játékot egy minimum 60 FPS-sel, én azt mondom, hogy 60 FPS kell, de a legjobb volna a 125 FPS. kezdj akkor a játékban, hogyha nincs egy megfelelő internet kapcsolatod. Mire gondolok itt? Például ezen a meccsen Klavi volt a host, és én csatlakoztam rá, neki volt egy 7-8 körüli pingje, nekem 80-90. De már egy 10 millisekundumos pingeltérés is az ellenfél javára fordíthatja a, a játékot. Természetesen van rá technika, hogy kivédd a ping problémát, van rá technika, hogy, hogy úgy játsz, hogy ne, ne jelentsen gondot, de mindannyian más gémerek vagyunk, és másképp gondolkodunk, nem beszélve arra, hogy egy v ben vesztésre állunk, a higgadt gondolkodás az nagyon gyorsan elszáll. És, és a, és a ping kisz kiszöbölésének problémájához higgadt gondolkodás kell. És hogyha elszáll a higgadt gondolkodás, akkor az uh, már, már gyakorlatilag vége is a játéknak. És, és, ennél a játéknál speciál, ahol számomra volt egy pingeltérés, egy jó kis pingeltérés, higgadt gondolkodás kellett, de hamarosan rátérek az itteni technikámra is. Szóval ezek nélkül úgy gondolom, hogy nem érdemes uh, belekezdeni. A másik uh, dolog, a rátérve a lelki felkészültség és a, és a szellemi felkészültség részére, ne kezd bele a 1v1 uh, háborúba, hogyha uh, nem vagy egy God Gamer, hogyha rage akkor, akkor fölösleges. Természetesen ezt meg kell tanulni, hogy uralda a, különböző. Lehet rage de meg kell maradni a tiszta gondolkodásnak. Tehát ré, én is rage azon, az, hogy na, az meg ez a hülye már előtt uh, a kurva életbe, de a következő mozdulat az, hogy már kigondolom a következő technikámat, amit, amit, amit fogok csinálni. Nos, uh, fontos, hogyha kompetitív remész, nagyon fontos, hogy, ö, hogy fejben ö, ott légy. Tehát eleve abban a kodban játsz 1v1-et, amit ismersz, amit a legjobban ismersz. Azzal a fegyverrel játsz 1v1-et, amit a legjobban ismersz. Uh, és olyan felszerelés vigyél magaddal, ha kompetitívről van szó, szóval sok mindent nem vihez természetesen, de azt vigyed, ami, a, azt a felszerelés vigyed, amit a legjobban ismersz és tudsz játszani, és illik a játék stílusodhoz. A következő dolog pedig az lenne, hogy akkor játsz, amikor uh, tudod, hogy a legaktívabb a, az agyad. Hogyha egy átlagos napot nézünk, akkor az embernek az agyi tevékenysége 9 és 10 óra között a legaktívabb. Természetesen az életstílusunk, például aki éjjeli bagoly, annak áttevődik ez az agyi aktivitás. Tehát amikor tudod, hogy egy napszaknak az adott időszakában neked a legaktívabb a figyelmed, akkor kell játszani. Mert, mert nem, tehát hogyha már a tizedik meccs, pup hero meccs után vagy túl, és azt mondod, hogy na, most nem elmegyek egy, egyet egyvé egyezni, akkor valószínűleg már fáradt vagy, mert a koncentrációd nagy részét elhasználtad. Kettőnél több, több meccset ne játszál, mert olyan szintű koncentrációt igényel az egy egy technika, hogy nem érdemes kettőnél többet játszani, mert még talán az, ami, ami um, megfelelő koncentrációt tud adni arra, hogy 100%-os erőbedobással uh, tudjál játszani, szóval... Nem hiába csináltam meg ugye annó azokat a gamer pszichológia videókat, azért csináltam meg, mert a játéknak két oldala van. Az egyik az, hogyha uh, szellemileg elég felkészültek vagyunk és kiegyensúlyozottak, a másik pedig ugye, hogyha megvannak azok a fizikai eszközök, amelyek megfelelő um, megfelelőek arra, hogy egy minőségi játékkal tudjunk szolgálni magunknak, és ne legyen belőle rage quit, és általában ne legyen belőle rage. Ezekre úgy gondolom, hogy lényeges figyelni, és, és kell figyelni. Ezek nélkül nem is érdemes elindulni kompetitív 1v1-be, és és a másik pedig ugye, hogyha kompetitív egybe gondolkodsz, akkor el kell menni és játszani kell, és ahogy mondtam ott az egyik videóban, nem kell szégyelni kikapni, mert rengeteget fogunk tanulni, aki most kezd bele mondjuk kodba, egy egybe belekóstolgatni, hogy ez milyen móka és milyen adrenalin, valószínűleg nagyon sokat fog veszteni, de ez az útja. Ez az útja annak, hogy tanuljunk, hogy az az útja, hogy kikapunk néha. Az, és, és így tanulunk meg megjátszani. Én emlékszem, hogy amikor elkezdtem egyvé egyezgetni, én ilyen, olyan szintű veréseket kaptam, hogy úristen, valószínűleg fogtok egy-kettőt ilyet, ilyet, ilyet hallani, és, és akkor tanultam meg lehiggadni, és és ö, ö, jobban gondolkodni. Szóval nem gáz, ha kikapsz, mert többet tanulsz, mint abból, amikor nyersz. Sokkal többet tanulsz, mint amikor nyersz, abból, hogyha kikapsz. Uh, miről szeretném mondani? Ja, egy kicsit rátérve erre a gameplay-re, mivel hogy nem láthatjátok a, a live-ot, az itteni technikám uh, az, mivel egyrészt pingelőnyben voltak volt a klavi, másrészt uh, kód előnyben volt a klavi, ezért kénytelen voltam egy uh, olyan technikát hozni, ami kiváros. Az 1v1 másról nem szól, 1v1 erről szól, hogy te vagy az első, te nyersz, nincsen rossz dolog egy v Nincs camp, nincs, olyan, nem létezik olyan, hogy camp, nem létezik olyan, hogy rás, nem létezik olyan, hogy, uh, hogy tisztességes játékmód. Az 1v1 egy v egy dolog szól, győzni kell, M és, és más nem létezik. Mindegy, hogy hogy győzöl, de győzni kell, mert, mert ez egy v ben nincs csapa, nincs semmi, győzni kell. Tehát ez legyen a fejedbe, ez, egy ez lényeges momentum, hogyha egy v ezel akkor győznöd kell. Ninc, nincs másik lehetőség, nincs másik opció, nincs nincs semmi, akkor győznöd kell. És a fejedben 100 szilárdsággal kell, hogy legyen, hogy győznöd kell, és, 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 a, és a többit már intézi a játék tapasztalatot. De tudnod kell, hogy te tudsz győzni. A játékról annyit, hogy többféle játékstílus fogtok látni a videókon keresztül. Egy meg, igyekszem egy aféle evolúciót képviselni a játékaimmal, és hozni jobb játékot, és hozni rosszabb játékot. Ez a játék a kivárásos játék és a, megpróbálunk túljárni az eszén játék. Tudta, tudtuk, hogy a Black Ops az egy olyan játék, ahol ha lelőnek, rögtön az ember seggébe szpónoltat ha egy V1-ről van szó. Szóval, ha engem lelőtt a klavír, nagyon közel szponoltam hozzá, és uh, hirtelen és gyorsan kellett alkalmazkodni ezekhez a, uh, ezekhez a dolgokhoz, de amikor sikerült külön válnunk, és nekem mondjuk megszerezni az előnyt, akkor, akkor kivárásra uh, használtam az időt. Azért csináltam ezt, hogyha nálam van az idő, és megpróbálok elbújni, elrejtőzni, akkor az telik az idő. Ha egy 10 perces mesről van szó, ha 3 perc eltelik, úgyhogy az ellenfél keres, és mindig nálad van az előny, az nagyszerű. Ha két, legalább két ö, öléssel kell előny szerez egy V1-ben. Tehát ha két lövéses előnyöd van, akkor kétszer Tudsz elbújni, kétszer tudsz kivárni, kétszer tudsz csapdát állítani, mert nem csak arról van szó, hogy elbújunk és megvárjuk, hogy ő keressen, nem. Csapdát állítunk, és számítunk a jelenlétére. És ez itt a lényeg. Számítunk a jelenlétére, de közben hagyjuk, hogy ő keressen, hogy ő ö, ö, próbáljon meg ránk rá, találni, hogy teljen az idő. Az idő a legnagyobb kincsed, és ha ez eltelik, nyert ügyedben két killel kell vezetni. Köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a második rész, én, és remélem kíváncsi a várjátok a harmadikat. Sziasztok!